Július 30-án jelentették be, hogy Kővári János indul a pécsi 15-ös választókerületben a polgári oldal támogatásával. A KDNP Fidesz öppen jelöltje alig néhány óra alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlóíveket a választóktól augusztus 3-án. A politikus azt mondja, kötelességének érezte az indulást. Ebben a körzetben parlamenti képviselő is voltam 2010-14 között, és hát itt nem messze innen nőttem fel az Anikó utcában, úgyhogy ezt a területet kicsit így az otthonomnak is érzem, és mai napig is itt lakik édesanyám, és sok-sok ismerős. Úgyhogy egy erkölcsi kötelesség is, hogy induljak, és szükséges is, mert ebben az elmúlt 5 évben itt nem történt semmi, azon kívül, hogy a Nagy Imre utat felbontották, és másfél évig nem lehetett közlekedni. A fejlesztések elmaradtak a város ezen területén az elmúlt 5 évben, mondja a jelölt. Az ő képviselősége idején nem ezt tapasztalhatták az itt élők. Akkor újítottuk fel a Testvérvárosok Terei iskolát, akkor újítottuk fel a Merinda közösségi házat, orvosi rendelőket, óvodákat kezdtünk el felújítani, és akkor építettük az M60-as elkerülőt, hogy kerülje el ezt a városrészt, ne a Maléterpár úton közlekedjenek a teherautók. Tehát abban a 4 évben is már sok mindent tettünk, és ezt szeretnénk folytatni. Erre kész terveik vannak. Tudják, milyen fejlesztésekkel kell javítani a választókerület állapotát. Elsősorban egy panelprogrammal, ami szintén 5 éve jó magam kezdeményeztem újra, mert a 2000-es évek elején volt már ilyen, de sokáig nem. Viszont most már az épületek itt köröttünk láthatóan 40-50 éves épületek, és részben a szerkezeti problémákat is meg kell oldani, részben pedig hát az új kihívás, a klímaváltozásból adódó új kihívás, a hatalmas hőhullámok. Sokszor már élhetetlené teszik a nem szigetelt panellakásokat, úgyhogy egy átfogó fejlesztési programot szeretnénk megvalósítani. Jelenleg Kővári Jánoson kívül még 3-an igényeltek ajánlóíveket az induláshoz a pécsi 15-ös körzetben. A jobboldali jelölt azt mondja, a kampányban nem a többi indulóval akar foglalkozni. Azt a fejlesztési programot képviseli, amit a körzetben élőkkel meg tud majd valósítani. Mint ismert, július 9-én érvénytelen volt a választás eredménye ebben a pécsi körzetben. Ezért tartanak időközi választást, ahol a jelölt állítási folyamattól kezdve megismétlik a folyamatot. A voksolást szeptember 22-én tartják. Az a tő másrészt, mint